2023-as diugrató szezon, hazai diugrató szezon legfontosabb eseményén veszünk részt itt Budapesten, a Nemzeti Lovardában, a Fiat Országos Bajnokságon. Hakeliza Szonyával beszélgetünk, aki nemrégiben megnyerte az amatőr bajnokságot, egy igen izgalmas összevetés után győzedelmeskedett. Öten voltatok az összevetésben, olyan szokon múlott, de hogyan is jött össze ez a siker? Elsősorban mindenféleképpen kellett hozzá az edzőm segítsége, Janik Attila edz már évek óta, és hát nélküle biztosan nem sikerült volna ez, és hát nyilván a lovamnak is a gördülékenysége is kellett ehhez a összevetéshez, mert sem az alapálya, sem az összevetés nem volt egyszerű. És hogy alakult a többi versenynapon az eredmény? Hogy jutottunk el idáig? Szerencsére mindhárom nap ugye hibátlanul teljesített a lovam. Először egy negyedik helyjel, utána egy hatodik helyjel folytattuk. Nem mondom, hogy bíztam benne, hogy első leszek, de azért reménykedtem, hogy sikerülni fog. Akkor tekintsünk egy picit a siker hátam mögé. Hol készülsz fel a versenyekre? Mennyit készülsz? Hány lovval készülsz? Mutassuk be picit ezt a lovat, amivel győztél. Jelenleg egy lovam van, mert a korábbi ifi lovam idén ellett egy csikót áprilisban, és Dunaharasztiban edzek, ahova szerencsére Attila el tud járni hetente egy-kétszer, most így a távolság miatt. Általában egy ugró munkát kap egy héten a lovam, de ez neki bőven elég, mert világéletében óvatos volt, és nagyon szereti ezt a sportot, és ő tényleg mindenhol segít, ahol tud. Egy igazi főnyeremény igazából, nagyon készséges, és ahhoz képest, hogy Kanca tényleg egy igazi tanítóló. És mióta lovagolod ezt a lovat? Mióta tart a kapcsolatotok? És esetleg már győzelmi reményekkel is jöttetek ide a Nemzeti Lovardába? 2 évvel ezelőtt lassan, hogy már megvettük. A Tóth Béla régiós döntő már sikerült nyerni, úgyhogy azért reménykedtem, hogy a dobogóra sikerül most is felállni, de azért a mezőny alapján nem gondoltam volna, hogy ez így elsőre összejön, mert nekem ez az első amatőr évem. Reméljük, hogy ez most már rutinszerű lesz. És hogy tetszett maga a verseny? Milyen volt ez a hétvége itt a Nemzeti Lovardában? Szeretsz itt versenyezni? Szeretek, főleg azért, mert nagyon közel van hozzánk, és én nem annyira szeretem az utazós versenyeket, én jobban szeretem, hogyha a lónak sem olyan nagy távolságot kell megtenni az istállótól, és hát igen, legtöbbet ide járok versenyezni, nagyon szeretek itt versenyezni. Nehéz pályák voltak, de szerencsére a lovam mindenhol segített. És akkor itt van most ez a remek siker, hogyan tovább, mik a közelebbi és a hosszú távú terveid? 2 hét múlva Aréna Novába folytatjuk a versenyzést, és utána nekem a szezonra ennyi lesz valószínűleg, mert én szeretek egy nagyobb pihenőt hagyni a lovaimnak minden év végén. Versenyeznek eleget évközben, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ennyi elég lesz neki idén.